annak az apropója ugye az, hogy ezekben a napokban jelent meg az a, az a fővárosi rendelet, amelyik arra kötelezte a fővárosban élő zsidókat, hogy koncentrálódjanak, ugye ez egy meglehetősen baljós elgondolás volt, ugye tudjuk, hogy két párhuzama van annak, ami történik, az egyik az a vidéki zsidóságnak a pillanatok alatt végbe menő deportálása, ugye soha nem vizsgázott olyan nagyszerűen a magyar államigazgatás és a magyar erőszak szervezetek összhangja, semmi bürokratikus lassúság, ügyetlenkedés, tehetetlenség, hihetetlen precizitással ment végbe, ugye egy nagy szervező Eichmann meg is jegyezte, hogy hát ez igen. Hihetetlen precizitással ment végbe a dolog, és villám gyorsan a koncentrálás a gettókba, és utána pedig ennek a sok százezer embernek a deportálása, ugye ekkor már nyílegyenesen ausítva Magyarországról. Egyszerűen nagyon későn volt, hogy menj már ahhoz, hogy biztonságosan lehessen őket pusztítani, tehát hogy nagyon sietni kellett. Ugye mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy párhuzamosan zajlik mindazzal, amiről most beszélünk, a partra szállás. Vagyis, hogy ugye ezekben a hetekben dőlt el végleg, már hosszú ideje lehetett sejteni, de ezekben a hetekben dőlt el végleg, hogy a harmadik birodalom belátható és aránylag rövid időn belül el fogja veszíteni a háborút. Tehát, hogy az utolsó olyan közösség, amellyel szemben eredményesen tudott fellépni a Reich, az történetesen Magyarország zsidósága volt, itt találta utolsó szép sikereit, amennyiben ugye a lényegében el tudta törölni a földszínéről a vidék zsidóságát jóformán nyom nélkül. Ugye itt a fővárosban kicsit kevesebb szerencséjük volt. Tudjuk azt, hogy persze a halálmenetekben, ezekről majd mindjárt beszélünk, már a nyilas hatalom átvétel után mi még előtte vagyunk a túránknak az idején. A nyilas hatalom átvétel után a halálmenetekben, illetve itt a nagy gettóban meglehetősen sokan pusztultak el a rossz körülmények miatt, a munkaszolgálaton szintén és így tovább, de végül is a gettó megúszta azt, hogy a Dunában lövések, a gettó megúszta azt, hogy úgymond felszámolják, tehát hogy ez egy felszabadított gettóvá vált, és a nagyja jelentős része, azt hiszem ugye pontosabban jelentős része Budapest zsidóságának életben maradt. A két kulcshelyszín közül választottuk azt, ahol most állunk, ugye azért állunk itt, mert az Alexandra áruház épülete a Károly körút 3 percé. Oké. 3 percé jelenleg, ez szintén az egyike volt a csillagos házaknak. Ugye ez adja az apropóját az együttműködésünknek. Ez azért nem véletlen, mert hogy ezen a környéken nagyon-nagyon sűrű volt a kis túlzással minden második épület. Ki volt jelölve csillagos háznak itt a 6.-7. kerületben, illetve nyilván ugye Lipótvárosban, Új-Lipótvárosban volt a másik bázis, ahol nagyon-nagyon sűrűn álltak a csillagos házak. Nyilván nem véletlenül, hogy ebből lett egyfelől a nemzetközi gettó. Ugye azért hívták nemzetközi gettónak a 13. kerületi részt, mert hogy ott voltak azok, akiknek Schutzpasszuk mellevelük volt, be tudtak ezekbe a házakba költözni, illetve itt alakult ki, ahol állunk, az úgynevezett nagy gettó. Másfelől, ahol ugye azok zsúfolódtak, akiknek nem voltak papírjaik, az persze nagyon kérdéses.